Köszönöm a szót. Miniszterelnök úr az egyik Facebook kommentjében tudatta velünk, hogy szereti az angol humort, de ugye a puritánságánál már csak a szerénysége nagyobb, és ezért azt nem közölte velünk, hogy ön meg is próbálja művelni ezt a műfajt. Engedje meg, hogy az egyik legviccesebb mondatát idézzem ide a ház falai között hangzott el. Sosem voltam vagyonos ember, nem is vagyok, nem is leszek. Hát a vagyon nyilatkozata szerint nem, ellenben mindenki tudja, hogy ön vonzódik a luxushoz, vonzódik a luxus élethez, luxus magángéppel jár nyaralni, luxus magángéppel jár mérkőzésekre, és ugye azt is tudjuk, hogy amikor megkérdezik, hogy ezt miben engedheti meg magának, akkor csak annyit mond, hogy 30 éve így mentem, jövő héten is így fogok menni, vagyis ingyen, úgyhogy majd más fizeti nekem ezeket az utakat. Azt is tudjuk, hogy az ön barátját, Mészáros Lőrincet az ország leggazdagabb emberévé tette, akinek 455 milliárd forint vagyona van, azaz 455 ezerszer 1 millió forint, olyan 1,6 milliárd dollár. Azt is tudja mindenki, hogy ez nem Mészáros Lőrinc vagyona, hiszen ön rendelkezik e fölött a vagyon felett, és arra költi, amire ön szeretné, és amire ön mondja. De itt van egy újabb súlyos kérdés, miniszterelnökként. 60 puszta. Mondja meg nekem, miniszterelnök úr, miből telik Orbán Viktornak és az Orbán családnak egy kacsalábon forgó kastély építésére, ami 6700 négyzetméteren, különböző luxussal, mélygarázssal, lifttel, hogy idézzem pontosan, kazettás mennyezetű aulás könyvtárral rendelkezik, és gondolom még minden mással egyébként kiszolgáló személyzetnek külön házzal, amit régen cselédháznak hívtak egyébként. Miniszterelnök úr, miből telik önnek ekkora luxusra, miből telik önnek egy olyan ingatlanra, aminek szinte nincs párja Magyarországon, miből folyik ez a luxusépítkezés? Várom a válaszát. Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót Orbán Viktor miniszterelnök úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Többetszer próbálnak provokálni, most sem fog sikerülni, hogy korábban sem sikerült. Van egy vagyonnyilatkozatom, 30 éve az ország nyilvánosság előtt élek. Minden egyes mondata a vagyonnyilatkozatomnak ellenőrizhető, azok pontosan képet adnak a saját életemről. A kérdését rossz helyre címezte, üzleti ügyekkel, senki másnak az üzleti ügyeivel nem foglalkozok, nekem magamnak ilyen üzleti ügyeim nincsenek. Egyetlen elvárás van minden üzletemberrel szemben, fizessék be az adót és tartsák be a törvényeket. Én pedig itt maradok, és továbbra is a parlamenti képviselőként fogok dolgozni, és azoknak a kenyerét fogom enni, akik parlamenti képviselőként azt megkeresik. Nem megyek el üzletembernek, összekevert engem a szövetségeseivel. Az a bal oldalon szokás, hogy a miniszterelnökök milliárdosok, és mindenfajta gyanús politikai és gazdasági ügyletekbe keverik magukat és a pártjukat. Ez nálunk nem szokás. Ami pedig azt a kérdést illeti, ami 60 pusztára vonatkozik, ott azt tudom önnek mondani, hogy nálunk az a szokás, hogy a gyerekek nem beszélnek bele a szülők dolgaiba. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Viszont válaszra van lehetőség képviselő úrnak. Értem, miniszterelnök úr, akkor ezek szerint 60 puszta az nem az Orbán család birtoka lesz, és nem az Orbán család kastélya lesz, ugye? Az Orbán családé lesz, gondolom, ön sem fog oda beköltözni. Értem a sejtetését, hogy az édesapjára próbálja terelni ennek a alaphangon egyébként egyes beszélések szerint 10 milliárd forintba kerülő luxus ingatlan építését, ami az építőanyag árak emelkedésével akár több is lehet. Tudja, csak a probléma az, hogyha megnézzük az ön édesapjának a vállalkozásait, akkor 11 év alatt nem keresett ennyit. Az összes cégéből nem tudott volna ennyit kivenni. Akkor honnan tud ön és a családja több mint 10 milliárd forintért luxus ingatlant építeni 60 pusztán? Ez egy súlyos kérdés, miniszterelnök úr, hiszen milyen pénzeket tudnak önök mozgatni? Ugye azt is mondta ebben a bejegyzésében, hogy ön nem a gyűrűk ura. Valóban ön nem a gyűrűk ura. Ön az emberektől ellopott 100 milliárdoknak az ura Magyarországon, és ezért szégyelhetni magát. Köszönöm. Viszont válasz illeti meg a miniszterelnök urat. Mint említettem, próbálok nem fölülni az ilyen típusú provokációknak, még a szemeszedett hazugságoknak sem. Szerencsére nincs is nehéz dolgom, nem kell komolyan vennem, amit ön mond, mert ön volt az a képviselő, aki itt a fülünk hallatára Gyurcsány Ferencet hibbant Nérónak nevezte, a DK-t törpe pártnak, és azt mondta 1000%, hogy soha nem fognak összeállni a baloldallal. Most meg ott gazsulál és dörgölődzik egy ilyen embertől, még a provokáció sem ér el idáig. Köszönöm szépen.